A bajnokság alapszakaszában a felnőtt NB2-ben szerepelt a Nyíregyházi junior együttes, amely az élen végzett csoportjában. A folytatásban két négy csapatos tornán vívta ki a döntőbe jutást Erdősné Balog Erika együttese. Budaörsön a csoportmeccseken a Vasas és az Újpest ellen, az elődöntőben pedig a házigazda ellen is 3-0-ra nyertek a nyíregyháziak. A fináléban a Békés Csaba ellen az ötödik játszma döntött, amelyben mindössze 6 pontot engedélyezett ellenfelének az újdonsült bajnok. Az első szedben nagyon erősen és nagyon taktikusan, határozottan, jól nyitva, gyakorlatilag állva hagytuk a Békés Csabát. A második szedben följavult az ő játékuk, ők is jobban, erősebben tudtak nyitni. Ez minket egy kicsit megzavart, nem tudtunk pontos támadásokat indítani, és egy kiélezett csata, ugye 23-ra elvesztettük a második szettet, majd a harmadik szedben egy kicsit olyan döcsögős volt, vagy úgy nem tudom, valahogy ott érezték meg a lányok, hogy ez igazából ez egy döntő, itt minden pontért maximálisan küzdeni kell, és egy 19-14 pontos hátrányból sikerült robbantanunk is fordítani. Igazából én úgy gondolom, hogy talán 3-1-re is tudtunk volna nyerni, hiszen 23-22-re még mi vezettünk a negyedik játszmába, de hát egy döntő pszichéje azért az mindenféleképpen más, mint egy sima bajnokság. Elvesztettük a negyedik szettet, de ennek köszönhetően azért a lányok az ötödik szettben úgy álltak föl, hogy gyakorlatilag itt kérdés nem maradt arra, hogy kinyerje ezt a bajnokságot. A felnőtt csapat magyar kupa győzelme és bajnoki ezüstérme után a juniorok által szerzett arannyal hosszabb szünet után került ismét Nyíregyházára korosztályos bajnoki cím. Megsüvegelendő a lányok teljesítménye, két okból is. Egyrészt azért, mert nagyon régen nyert már junior bajnokságot a női röplabda csapat. Másrészt azért pedig nagyon fontos, mert ugye egy országos bajnoki döntőről van szó, tehát az ország összes csapata részt vett ebbe a versenysorozatba, úgyhogy nagyon öröm számunkra valóban az, hogy sikerült diadalt elérnünk. A nyíregyházi csapatból Tóth Fruzsina kapta a legjobb mezőnyjátékosnak járó külön díjat, míg a torna legértékesebb játékosának, a Marosvásárhelyről fél év érkező Innyavar Elizabetet választották meg a szakemberek. Az első torna volt, és nagyon tetszett, és örültem, hogy így összeszoktunk a csapattal, mivel a felkészülés során rengeteg edzésen kívüli programot szerveztünk a lányokkal, hogy azért, mert két hetünk volt, össze is szokjunk, és hát nem mondhatom, hogy csak az én érdemem volt ez a legjobb játékos cím, mivel ezt az egész csapat megérdemelte. Az aranyérem megszerzése után a lányok nem kaptak pihenőt, mivel a hétvégén Kecskeméten az ifjúsági bajnokság döntőjében lép pályára a juniorral két kivételtől eltekintve megegyező nyíregyházi csapat.